Újra várja a huszártelepi iskola 6. életévüket betöltött gyermekeket, ahol idén szeptembertől már egy osztálynyi gyermek tanulhat katolikus szemléletű osztályban. A szülőknek személyi joguk eldönteni, hogy ide hozzák a gyerekeket ebbe az iskolába, ami szeptember 1-től indul, és első osztályjal egy osztály. Nem csak romáknak szól, hanem minden más szülőnek is, bárki ide hozhatja a gyereket. Én arra nagyon odafigyelek, hogy ne csak romák legyenek ebben az iskolában. A város vezetéssel kötött együttműködési megállapodás értelmében a Hajdúdorogi Egyházmegye térítésmentesen használhatja majd a néhány éve bezárt oktatási intézmény épületét. A huszártelepi intézményben jelenleg is számos civil szervezet és alapítvány működik, az általuk szervezett tanodai programok az itt élő gyermekek szocializációját és nevelését is segíti. Az egyházmegye továbbra is számít az ő segítségükre és együttműködésükre. Sokkal fontosabbnak érezzük, hogy minél hamarabb találkozzanak azokkal az értékekkel, számunkra elengedhetően fontos keresztény értékekkel, amely az ő lelki fejlődésükben ennek az első osztálynak tud komoly hozadékot és eredményt hozni. Távlati tervünk, erre is vállaltunk kötelezettséget, hogy innentől kezdve egy felmenő rendszerű iskolát indítanánk újra. A Hajdúdorogi Egyházmegye nem csak a helyi oktatás-nevelést tűzte ki célul, ugyanis egy görögkatolikus lelkipásztor segítségével szeretnének a későbbiekben lelki segítséget nyújtani a huszártelepi lakosoknak. A szülők örülnek az új lehetőségeknek és annak, hogy szeptemberben új katolikus szemléletű osztályt indítanak helyben. Szerintem nagyon jó lesz ez a program, hogy most megnyissák a kicsiknek az új iskolát nekiek, mert mivel ide vannak beszokva, ez a társaság őket körülveszi, és azért egy idegen helyre azért másképp alakulna nekiek az életük, és azért sokkal jobb lenne az, hogyha minden egyes gyermekre fordítanának annyi időt a tanárok, mint amennyit máshol nem lehetséges. A szülők annak örülnek leginkább, hogy nem kell plusz költségekkel a városközpontba utaztatni a gyermekeket.